47 szépkorú jelentkezett és vitte el alkotásait a második alkalommal meghirdetett szépkorú alkotók pályázatára. A sokszínű kiállítás a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában látható, de a megnyitó a nagy érdeklődés miatt a kamarateremben volt. Az alkotói pályázat ötletgazdája, Hegedű Ságota alpolgármester itt köszöntötte a szépkorú alkotókat. Bárki tudna embert próbáló időket említeni az életéből. A nehézségeken azonban nem csak az összeszorított fogak és a küzdeni tudás segítette át önöket, hanem az a derű és pozitív életszemlélet is, amely itt csillog a szemeikben. Ez a pozitivitás, ez a derű, a tenni akarás jellemzi azokat, akik alkotnak, akiknek itt látjuk a munkáit mai napon. Alkotni nem könnyű, de a legszebb elfoglaltság, ha már van rá idő. Úgy hiszem, az aktív évek után kreatívnak maradni, a mindennapokat tevékenyen megélni, ez a teljes élettitka. És ha ez az alkotókészség mindennek a tetejében olyan gyümölcsöt terem, amelyet szívesen megmutatnak másoknak is, akkor ez igazi boldogság, ez az alkotónak is, és öröm a közönségnek. Köszönöm, hogy ma itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, és gyönyörködhetünk a munkákban, a fáradhatatlan kezek munkája nyomán létrejött alkotásokban. A színek és formák változatos világában. Megköszönte a Művelődési Központ munkatársainak, hogy befogadták a tárlatot, rendezgették és megmutatják. A Kamara Galériában megnyílt tárlaton agyagszobrok, festmények, fafaragások, textilmunkák, hímzések, goblejnek, grafikák, bábok, csipkék, viseletek, horgolt és kötött játékok használati és dísztárgyak kápráztatják el a látogatókat. 47 alkotó munkái, őket mind oklevéllel is köszöntötték. A megnyitón a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 4. B osztályos tanulói pedig színes és kedves műsorral köszöntötték az alkotókat és a közönséget.